Ismét egy mix túrán veszünk részt, aminek a főszereplője egy hidegháborús betonépítmény és egy dolomitos tűzköves kőzetben kialakult kristálybarlang. Ez így külön-külön is tök érdekes lenne, szóval így, hogy ezek egymásból nyílnak, abszolút érdemes megnézni őket. Na, itt a kapu. Vicces ez a leereszkedés. Itt a kapu, a bunker kapuja, be van zárva. Miért van bezárva? A barlang maga elég veszélyes, tehát a megközelítése eleve bonyolult, komplikált, maga a barlang pedig életveszélyes, tehát csak barlangászok számára járható. Erről a helyről több mindent lehet olvasni az interneten. Például írják azt, hogy atombunker, például írják azt, hogy ez egy második világháborús légvédelmi állás volt, és az tovább lett fúrva az 50-es években, a hidegháború időszakában egy vészgáztározónak. Ahhoz, hogy a nézők jobban láthassák ezt az egész labirintust, mert ezt így elég nehéz elképzelni, felkértünk egy lézerszkenneres csapatot, akik egy forgatható, mozgatható 3D-s térbeli modellt készítenek erről az egész barlangrendszerről. Úgy kell elképzelni az egészet, hogy maga a lézerszkenner az lézersugarat bocsájt ki, és a visszaverődésből feltérképezi a körülötte lévő világot. Merre menjünk tovább? Két utat választhatunk erre. Jobb oldalra is van egy metróalagút, meg itt egyenesen is van egy metróalagút. Az egyik az elkészült, nagy részt, a másikat pedig félbehagyták valamilyen oknál. Mit értünk azon, hogy metróalagút? Csak nem erre is egy metrót akartak építeni? Nem valószínű, de olyan technológiában készült. Tehát, hogyha bemegyünk, majd fogjátok látni, hogy ilyen 5 méter átmérő hatalmas nagy betoncsővel lehet haladni 100 méteren keresztül. Már véget is ér az ívelt téglaboltozat. Ez egy baromi nagy alagút, ahova most beérkeztünk tényleg. Itt egy, olyan, mint egy csókos száj. Csókolj rá. Vagy, mint egy segünk. Szóval ezen a maga a tartály, igazából egy acél tartály, 4 méter átmérő, 10-valahány méter hosszú tartály, ez gyakorlatilag bele van úsztatva a betonba, tehát be lehet ide helyezve, körbe lehet zsalúzva, és szépen fel lehet úsztak a betonnal, úgyhogy teljesen ki van töltve. Uff, kiszerünk. Dugd előre az egyik kezed. Simán. Most nyeri el Danit a vasszáj. Úristen, de bizarr egy helyez. Furcsa érzésed, mintha víz alatt lennél, így az egész hang, meg minden, tehát így nagyon durva ez a vízhang. Olyan, mint egy keszon tartály. Aha. És igazából, amit én megnézek lent, ezeket a vasakat, ez egy sín, igen. Na most én azt gyanítom, hogy azért nem gáztárultad benne, mert azt nem kell keverni, a fűtőolajat meg igen, időnként. Úgyhogy van benne egy ilyen szerkezet, ami így csúszhatott ezen a sínen, előre-hátra, és ezzel keverhették meg esetleg a tározott anyagot. Van még egy ilyen alagút, aminek a végére szintén egy ilyen tartályt tervezhettek építeni, de nem készült el, úgyhogy most megnézzük azt is. Abban nem kell bemászni, remélem. Nem, szerencsére. Tehát itt rápróbáltak, hogy milyen a szikla. Nyilván ez azt jelzi, hogy tovább akartak menni. De itt valamiért hirtelen az 50-es évek közepe tájékán abban maradt az építkezés, tehát itt úgy néz ki, mintha a munkások csapott-papott
itthagyva, hogy elmentek volna. Ennek nyilván van egy misztikusabb verziója, azt inkább nem fejtem ki, azt mindenki el tudja képzelni magának. Másik verzió az, hogy hát elérkeztünk 1956-hoz, és ott megváltozott minden, ami ezzel kapcsolatos, tehát ilyen doktrinaváltás volt, és nem volt szükség már többet erre az egész alagútrendszerre. Ez mi ez a luk itt mögötted? Hát ez lenne a barlang, igazából. Akkor, amikor megtaláltuk, akkor nem így nézett ki. Tehát ez teljesen véletlenszerűen lett megtalálva, mert ugye itt ahol a metró alagútnak vége van, meg ennek a közlekedő alagútnak is vége van, itt a kettő között félbe maradt az építkezés, valószínűleg ezt még akarták biztosítani egy hálózással, vagy valahogy zsalúzással. Viszont ugye lát az építkezés, és szabadon maradt ez a felület, aminek következtében az itt rejtőző barlangnak egy kis nyílása, amely nagyjából akkora lehetett, mint ez, vagy hát jóval kisebb, mint ez. Ezt az erre járó kirándulók meg látogatók elkezdték kikotorni, hogy mi van benne, és érdekes volt, hogy erős húzat volt érezhető benne, meg annak a jele, hogy valami van mögötte valami. Nagyjából ugye 20-25 méter mélységű a barlang. És a hossza? A hossza az közel 400 méter. Egyelőre ennyit ismerünk. Erre fogunk tovább menni, ez itt a legtágabb, legkényelmesebb hasadék a barlangba. Továbbiakban kúszni, mászni fogunk már. Továbbra is omladékos és nem túl tág a járat. Hát a tűzkőves mészkő jellemző tünete, maga a tűzkő bubó. Egy üveges szerkezetű, szürkés, fekete képződmény. Ez a rozsdabarna igazából, ez már inkább a termálvizes átitatódás miatt keletkezett bevonat. Ez pedig valamilyen felszíni beszivárgásnak az eredménye. Termálvíz akkor volt itt, amikor a Duna körülbelül egy olyan 100 méterre magasabban volt, mint ahogy most. Gyakorlatilag a termálvíz elkezdte kioldani ezeket az üregeket, majd később a Duna vízszintjének a csökkenésével ez a termálvíz talált magának utat, és úgy, mint ahogy most is lehet látni, források formájában kilépett a felszínre. Attól kezdve már elkezdett ilyen szép nagy üregeket kioldani, mint a Budai hegység összes barlangja, szintén mind termálvízes. Barlangkutatásban, barlangfeltásban az a legizgalmasabb, hogy nem tudod, hogy egy kanyar után 5 méter vagy 500 méter vár rád, nem tudod, hogy szép cseppkövek, egy érdekes akna, milyen különleges formák vannak, tehát az az izgalom, az ismeretlennek a felfedezése. És itt az a legkülönlegesebb, hogy itt vagyunk Magyarországon, Európa közepén, és olyan helyekre tudunk eljutni, ahol ember még sosem járt. Ezek a lemezszerű dolgok, ezek a kalcit lemezeknek hívjuk őket, ezek melegvizes tó felszínén képződnek, és úgy süllyednek le a zajzatra. Tehát valamikor itt egy melegvizes tó állt. Ez a lebbencs tésztás átjáron jövünk át, azért hívjuk lebbencs tésztát, mert a kalcit lemezek, mint valami kis tészta darabkák vannak itt az ajzaton. Elég szűköcske kis járat, csak oldalazva lehet elférni. Klausztrofóbiások ne próbáljanak nyugodjön. Vínom kis port, belélegzem. Hát itt most fejest kell ugrani ebbe a nagy térbe, majd hogy nem? Igen, itt szépen nyújtaszkodjál le, és akkor el fogod érni ezeket a köveket. Nekünk az volt az első furcsa és érdekes találkozás ezekkel,
hogy nem számítottunk egyáltalán cseppkövekre, mert valahogy ebben a közepben nem lehet cseppkövekre bukkadni, mert olyan kis rozog a széthulló közepről van szó, amiben el sem tudok volna képzelni, hogy van. Erre föl, amikor bejutottunk ide, akkor láttuk, hogy itt iszonyatos nagy 60-70 cm hosszúságú függő cseppkövek, alatta a nagy, hatalmas nagy álló cseppkövek, de érdekes, hogy csak ezen a kis helyen. Vannak tűzkőgumók, és a tűzkőgumók előszeretettel vonzák ezeket az aragonit kiválásokat, hogy beborítják ezek az apró képződmények. Ez itt szinte csak tűzkőgumóból, meg törmelékből álló. Így eddig tartott nagyjából az expedíciónk. Mint láttuk, számos rejtélyvág még megfejtése, akár a barlangot, akár az atombunkert, gáztározót, olajtározót nézzük, kik, miért, hogyan építették a barlangnál, miféle anyagokból állnak össze ezek a cseppkövek, amik teljesen különlegesek. Ennek a megfejtése még a jövőre vár.